tudom én, kicsit kamerai vagy. Gondolom, igen. Velem már találkoztunk. Ajaj. Ma van az Influencer Fesztivál, ami több szempontból nagyon izgalmas számomra. Egyrésztről én vagyok a digitális házigazdája, ami azt jelenti, hogy a mai napon rengeteg celebbel, influencerrel készíthetek interjút, amit veletek is megosztok. Másrésztről pedig a szakmai teremnek én vagyok a moderátora, MC-je, tehát én konferálom fel az embereket, meg több kerekasztal beszélgetést vezetek. Úgyhogy ez egy tipikus napi vlog lesz. Nincs megtervezve, nem tudom, hogy pontosan hogy fog alakulni, de elég izgalmas ez a mai nap. Persze, amikor ti ezt nézitek, ez már régen volt nekem, most ez a mai nap, úgyhogy kezdjük el! Az az enyém? Yeah. Jaj, köszönöm szépen, fel is veszem. Most itt vagyok abban a teremben, ahol én fogom szervezni az előadásokat és moderálom ugye a beszélgetéseket. Ez a Budapest Music Centernek a könyvtár szobája. Voltam itt már jó pár konferencián, és annyira inspiratív a hely, főleg, hogy most tudtam meg, hogy a tulaj kb. Mindenét belakta, és itt ezek a kollekcióknak a nagy része, ez tényleg az ő életének a munkája, én nagyon szeretem ezeket a sztorikat. És hát tekintsünk erre a helyszínre úgy akár, mint egy hotelszobára, tehát egy room tour fog most következni. Menjünk! Ezzel zárom is a kis B-roll szekciót, meg a room tour-t. Látható, hogy van két terem, és olyan részek is, ahol ugye beszélgetni lehet, ezek a networking részek. Hogyha még nem voltatok konferenciákon, vagy nem sokon, nem mindig csak az előadások fontosak, hanem azok a külön helyiségek is, ahol lehet találkozni az emberekkel és beszélgetni. Izgalmas lesz a nap, nézzük, hogy hova jelentkezek be következőleg. Most megy a Szabó Gergőnek és a Kutya Bélának az előadása. Szinte baráti viszony, hát egy nagyon fél oldalas, de baráti viszony épül fel a videó a youtuberekkel szemben. Szerintem ez hosszú távon majd nagyon meghatározza, hogy egy egészen más viszonyuk lesz, mint a hagyományos médiának a szereplőivel. Jönnek is át hagyományos média szereplők is mostanában. Barátkozunk. Egyéb szempontokból is nagyon jó, hogy szerintem. Most pedig Szekeres Peti beszél. Hogy a, mondjuk így, a legmenőbb magyar youtubereknek a komment közösségei miről szólnak, mi mozgatja őket, egyáltalán mit lehet tanulni ebből, hogyan is néznek ki ezek a komment közösségek. Most megyek fel, mindjárt kezdődik a... Én termem, hát ilyen svájci óra mű pontossággal csinálom ezt az egészet, mert tényleg most kezdődik. Az első felkonf meg volt, el is kezdtük egy nagyon pici késéssel. Érdekes dolog ez, nézni ugye papírokat és az alapján mondani. Mondjátok meg, hogy amennyire látszódott abban a fejtől, mennyire voltam jó vagy rossz, most pörögjünk kanapon. Na, megint jó pár előadáson túl vagyunk, hát a kerekasztal beszélgetésen, szerintem úgy rázódok be, de nehéz, közben live voltunk, egy tök jó fej kutyával találkoztunk, most ide bevágom. És nagyon jó ez a misszió, tehát hogyha kutyán gondolkoztok, akkor kövessétek be amúgy Kevint is, meg nézzétek meg a missziót is, hogy milyen. Tudtunk csinálni interjúkat, lehet, hogy egy ilyen bevágást csinálok amúgy ebbe a vlogba is, de lehet, hogy majd külön fel fogom tölteni az egészet. Ezt még nem döntöm el, de ti, amikor nézitek, ezt már tudni fogjátok. Egy erős fókuszú nap, tényleg azt tudom mondani az egészben, most itt vagyok a backstage-ben, mert most előadások vannak, úgyhogy van is egy kis időm, meg fogok próbálni még interjúkat csinálni, mert az a cél, hogy legalább összehozzunk ötöt, most már hármat megcsináltunk, voltak itt Londonból egy nemzetközi ilyen talent management ügynökség, nagyon brutál tényleg, amit mondtak, mert ez egy magyar vlog, így össze is tudom foglalni, hogy egyáltalán nem kell összehasonlítani magunkat, és mindig az a kérdés, hogy egy niche
piacnak, tehát egy olyan piacra megyünk rá, ami valamibe különleges, mondjuk, hogyha kismamáknak szóló, vagy mondjuk barkácsolás, egyáltalán nem azt kell csinálni, mint mondjuk egy humornál. És a humor is amúgy egyféle nincs, hogyha a nyelvet belevesszük, hiszen hogyha valaki egy nagyon lojális magyar közönséget felépített, akkor teljesen indokolatlan, hogy most angolul próbálkozzon, és az is nehéz, ezt láthatjuk akár influencereknél Magyarországon is, hogy mondjuk egy humor vagy tech témából próbálnak átmenni mondjuk travel videókba, utazásba, és nagyon nehéz, hiába lehetnek mondjuk 100 000-es követőbázisai, akkor sem mennek ugye abba, hogy bekövessék őket az utazásban, mert nem ezt szokták meg tőlük, és ugyanúgy, ahogy egy színésznél is beskatujázzák, itt is működik ez a skatujázás. Ez egy nagyon érdekes tanulás volt. A másik, ami tetszik, azt egy másik helyszínen elmondom nektek. Itt vagyok most az előtérben, és itt akkor el fogom nektek mondani azt a dolgot, hogy egy tipizálást találtunk ki, illetve egy új kifejezést hoztunk be. Ugye mindig beszélnek arról, hogy vannak a nagy influencerek, vagy akár celebek, és beszélnek arról, hogy vannak a mikroinfluencerek, de szerintem ez egy rossz tipizálás a következő miatt. Ugyanis a mikroinfluencer lehet az, hogy mindenről, amiről csak tud, arról posztol, videózik, minden, de nem találja meg azt az igazi hangot, és ha belegondolunk, a hang megtalálása által tudnak eljutni az emberek oda, hogy felnőjenek kvázi, és ugye egy nagyobb elérésű tömegük legyen. Ezért bevezetném azt a kifejezést, hogy Nietzsche influencer. Nietzsche influencer vagy Nietzsche influencer az, aki egy adott témában lehet, hogy alacsonyabb a nagyokhoz képest a követőbázisa, viszont sokkal lojálisabb és érdeklődőbb, jobban lehet konvertálni egy bizonyos témába. És az egyik kerekasztal beszélgetésen jött be az, hogy hashtag ügy a hashtag hitelesség mellé, ugyanis ha egy ügy köré épülünk, egy ügy köré mindig sokkal szívesebben csatlakoznak emberek, követők, feliratkozók, és vesznek részt, ugye ez nem egy egyirányú kommunikáció, hanem több dialógus van benne, és épp ezért fontos az, hogyha egy ilyen nicsére fókuszálunk ahelyett, hogy próbálunk belelőni akár merre szeretnénk, hitelesebb, jobb kapcsolatot tudunk kiépíteni, és itt csak akik angolul tudnak, azoknak ajánlani tudom Kevin Kellynek a Thousand True Fans nevű írását, Google it, de gyorsan összefoglalom, hogy azokat a követőket, azokat a közösségeket, vagy saját közösséget kell megtalálni és kialakítani, akik egy olyan rajongóink lesznek, mint a legdurvább rockzenekar fanok, akik az egész turnén kísérik őket. Ha ebből van 1000, abból már nagyon durván lehet építkezni. Amúgy én is azon vagyok, és ha ti ezt most nézitek, nagyon remélem, hogy közösen építjük ezt a közösséget. Ha igen, akkor ide a szavazatra nyomjegyet, az egy nekem hálás visszacsatolás, és a kommentbe is írjál vele bármit amúgy, hogy tetszik ez a dolog. Most fölgök tovább, mert lassan lejár a 20 perc, és kell mennem moderálni. Jó, de egy kicsit amúgy vagy. Mondanám, igen. Hát veled már találkoztunk. Se van, légy. Ajaj, csak milyen jó fel van. Azt hiszem, erre szokták mondani, hogy it's a wrap. Hát vége van a napnak, nagyon fáradt vagyok. Egyre jobban belejöttem. Az utolsó téma mondjuk közel állt hozzám, mert mikroinfluencerség, és hát mi az, hogyha nem ez. De most találkozom valakivel még. Na, szia! Na, egy kis intermezzo után, de Tari Szofival dumáltam. Most ide beálltam, nézzétek? Nézzük meg milyen, hogyha egy ilyen fényben vagyok. És mi lenne, hogyha nem manuál fókuszban lenne a kamerám? Hú, akkor az előbb már homályos voltam, akkor elnézést érte, de most nézem magamat, eléggé jól meg vagyok világítva. És akkor itt fogok tőletek elköszönni. Tari Szofival találkoztam, egy sorosok, ha nem követitek... Na, egy kis intermezzo után, de Tari Szofival dumáltam. Hú, most ide beálltam, nézzétek? Nézzük meg milyen, hogyha egy ilyen fényben vagyok. És mi lenne, hogyha nem manuál fókuszban lenne a kamerám? Hú, akkor az előbb már homályos voltam, akkor elnézést érte, de most nézem magamat, eléggé jól meg vagyok világítva. És akkor itt fogok tőletek elköszönni. Tari Szofival találkoztam, egy sorosok. Ha nem követitek, nem ismeritek, Facebookon, Instagramon mindenféleképpen írjátok meg. Egy mai Karinti, vagy bármi, a kedvenc költőtöket rakjátok, és egy olyan egysoros verseket csinál, hogy imádom, és tök örülök, hogy berakták az Influencer Fesztiválra, hogy egy ilyen ágat is képviseljen.
Nekem szuper volt ez a nap, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget a szervezőknek, hogy digitális házigazdaként az egyik teremnek a konferenciája és moderátori szerepkörében is részt vehettem. Nagyon jó feedbackeket kaptam, építő kritikákat, és úgy érzem, hogy ez remélhetőleg nem az utolsó alkalom volt, hogy ezt csináltam. Beleláttatok, és ezt a napot úgy, ahogy megpróbáltam rögzíteni, átadni nektek, kérlek írjátok meg kommentbe, hogy hogy tetszett. Tényleg nagyon sokat jelentene nekem, ha feedbacket adnátok. És az is sokat jelentene, hogyha feliratkoznátok, főleg a csengővel. Instagramon is kövessetek be, hogyha még nem tettétek, így akkor mindenféleképpen fogunk találkozni a következőben. Sziasztok!